Most üdvözlök mindenkit. Hát ugye rég nem volt videó. Nem is véletlenül ugye, hát szerintem ma most is így van vele, hogy most már várjuk a 18.04-es Ubuntu-t, és inkább most már onnan fogunk videókat készíteni. Annak ellenére úgy gondoltam, hogy mégis egyet csinálok, méghozzá nem most, mint egy torrent kliensről, a QBitTorrentről. Ez így valahogy néz ki, hát nyilvánvalóan függ attól is, hogy milyen téma van ugye beállítva a oprendszerbe. Én nekem ugye most sötét téma van, ennek megfelelően sötét téma, jó maga a szoftver is. Hát elég ismerős ugye, körülbelül úgy néz ki, mint a utorrend. Aki ismeri az utorrendot, az szerintem itt sem nagyon fog eltévedni, mert elég sok a hasonlóság. Csak annyi különbség, hogy ugye az utorrend 3-as verziója, attól azt hiszem az már tele van pakolva mindenféle reklámokkal, ami igaz, hogy kikapcsolható, meg mit tudom én, bütykölhető ottan, hogyha kicsit belepotorolszunk. Ez viszont teljesen reklám nélkül működik, ahogy látható is, teljesen ugyanúgy ingyenes. Még is mutatom a névjegyet. Ugye nyilvánvalóan multiplatform szoftverről van szó, tehát elérhető Linuxra is, Macintosra is és Windowsra is. Próbálok, igyekszek mindig olyan szoftvereket bemutatni, ami multiplatform. Hogyha ne tantam valaki Windows-t is használ, Linuxot is, vagy mit tudom, Linuxot is, ezen kívül Macintost, azok ismerős szoftverekkel, környezettel találkozzanak. Hát ez is egy ilyen. Ugye ez a hivatalos oldaluk, jelenlegi utolsó verzió, ez a 4.0.4-es. És ugye, ahogy mondtam, elérhető Windows, hát még XP-t, nem tudom mennyire támogathassak, de 7-es, 8-as, 10-esen tudja, hogy fut. Ugye, ugyanígy Macintos, és itt vannak a Linux támogatások. Ami még minket érdekel, ugye Ubuntu-t használok, és Ubuntu-ra van elérhető PPA is. Ez a PPA méghozzá így néz ki. Természetesen ehhez nyitunk egy terminált. Ugye ezt elmosoljuk. Nyomunk egy Entert. Ugye kell az adminisztrátori jelszó minden telepítésnél természetesen. Ezután ugye megint egy Entert kell nyomni. Én nyilvánvalóan nem nyomok, mivel én nekem a tárolóim között ő már jelen van. Tehát én nekem a tarolóim között már itt van, tessék, QBitTorrent. Természetesen mindig a stable, tehát a stabil verzió az, ami minket érdekel. Nyilvánvalóan nem akarunk mindenféle beta szoftvereket lehúzkodni, szóval inkább maradjunk a stabil verziónál. Ugye, itt nyilvánvalóan Entert nyomunk. Én most megszakítom, mert ha lássuk, hogy nekem már fent van. Ugye innentől kezdve sudo apt-get update parancsot adunk ki neki. Ez nyilvánvalóan ez a telepítés általában így zajlik, tehát semmi újdonság a nap alatt. És utána sudo apt-get install. És QBitTorrent. Hát nyilvánvalóan ugye nekem ez se fog lefutni, mert már a legújabb verzió, de itt meg fogja kérdezni, hogy tényleg akarjuk telepíteni, nyomunk egy i betűt, hogy igen, és már megy is a telepítés, ezután pedig természetesen megtaláljuk a menübe.
Hát ennyi lett volna, ugye, ha ne tantam meg valaki nem ismerné, vagy keres valami jó kis torrent klienst, akkor én ezt tudom ajánlani. Köszönöm szépen a figyelmet!